Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 5 érdekes tényt hoztunk el a Rubik kockáról. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan érdekességeket sorolunk fel a mindenki által ismert bűvös kockáról, amelyeket talán eddig nem tudtatok. Olyan információkat gyűjtöttünk össze, melyek különlegessé teszik ezt a lassan 50 éves magyar találmányt. 5. Ez a világ legismertebb kirakós játéka. Bár a világ legfelismerhetőbb rejtvénye, játéka lett, a feltaláló Rubik Ernő valójában a kockát egy geometria vizuális eszköznek tervezte. Az 1979-es Nürnbergi játékvásáron való bemutatása után a kocka önálló életre kelt, és eddig több mint 350 millió példányt adtak el belőle. A 80-as években akkora sikert aratott, hogy még egy saját animációs rajzfilm sorozatot is készítettek róla Amerikában. Annyira ismert világszerte, hogy gyakran megjelenítik a filmekben is, mint egyfajta metaforaként az intelligenciára. Példának okáért a Boldogság nyomában című filmben is látható. 4. A feltalálónak meggyűlt vele a baja. Bár Rubik Ernő építész és egyetemi tanár volt, az általa feltalált rejtvényt nem tudta megoldani könnyen és gyorsan. Miután a saját kockáját összekeverte, Rubik azt mondta, hogy egy olyan kódot hozott létre, amit nem tud megfejteni. Több mint egy hónapot vett igénybe a megoldás kutatása és kidolgozása, és végül létrehozott egy szabályrendszert a kirakásához. Annak ellenére, hogy elégedett volt a feladvány befejezése után, Rubik Ernő beismerte, hogy vannak jobb megoldási módok is, és nagyjából a mai napig is egy percbe telik neki, hogy kirakja az egész kockát. 3. A kocka síkosítása. A játék elkötelezett rajongóit mindig hajtja a versenyszellem, és az a céljuk, hogy a lehető leggyorsabb idő alatt rakják ki a kockát. Huzamosabb használat után a kocka kicsit merevebb lesz, ami eléggé megnehezíti a gyors megoldását. A csere helyett elég sokan használnak valamilyen kenőanyagot, általában szilikon alapút a zöggenőmentes forgatás érdekében. A Rubik's vállalat saját szilikont, valamint teljes oktató videót is biztosít, amely bemutatja, hogyan is kell pontosan alkalmazni a szert. A versenyzők és a használók körében eléggé sok vita alakult ki az évek folyamán arról, hogy valójában melyik kenőanyag a legideálisabb a súrlódás szempontjából. Mi ebben a vitában nem tudunk állást foglalni. 2. A WCA által jóváhagyott világrekord jelenleg 3,47 másodperc. Annyian próbálják tökéletesíteni a technikájukat, hogy mindig van néhány ember, akik kitűnnek a tömegből. Ronald Brinkman 1982-ben felállított 19 másodperces rekordja megdöbbentő volt, de mai viszonylatban ez már kifejezetten lassúnak számít. 2017-ben Patrick Pons 4,69 másodperc alatt rakta ki a kockát, majd Sungbum Cho 4,59 másodperces idővel beelőzte őt. Egy évvel később 4,22 másodperccel Feling Zemdengs volt a rekordtartó, ameddig Yusheng Duach le nem taszította őt a trónról a 3,47 másodperces idejével, amelyet a World Cube Association is jóvá hagyott. Ez azonban nem az egyetlen Rubik kockával kapcsolatos rekord. 2019-től az egy kézzel kirakott rekord 6,88 másodperc, a lábbal kirakott rekord pedig 16,96 másodperc. Max Hillier tartja a leggyorsabb, bekötött szemmel történő megoldás rekordját 15,5 másodperccel. Azonban nem csak emberek, de robotok is próbálkoznak rekordkísérletekkel. 2016-ban az egyik 0,63 másodperc alatt rakott ki egy kockát, 2019-ben pedig egy robot 0,38 másodperc alatt oldotta meg a színes kirakóst. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. 43 trilliónyi módon ki lehet rakni. 6 oldal és 9 négyzet oldalanként, vagyis a lehetséges színkombinációk száma meghaladja a 43 trilliót. Pontosabban 43 trillió 252 milliárd 3 billió 274 milliárd 489 millió 856 ezer eltérő állás hozható létre.
Még akkor is, ha minden másodpercben más-más színkombinációt raknál ki, 1,4 milliárd évbe telne, amíg minden lehetőséget megjelenítenél a kockával. Érdekes módon az összes lehetséges keveréstől függetlenül bármelyik kocka 20 vagy annál kevesebb mozdulattal megoldható. Good job. Nektek van otthon Rubik kockátok? Ki tudjátok rakni? Ha igen, mennyi idő volt a leggyorsabb? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!